A kormány szerdai ülésén született döntésekről számoltak be a mai kormányinfon. Gulyás Gergely elmondta, hogy a háború jelentősen megemelte az árakat az Unióban. Több mint 5 kal csökkentik az inflációt az árstopok, tette hozzá. Döntöttek arról is, hogy meghosszabbítják az árstopokat július 1 -jéig. A kormányinfon elhangzott, júniusban vizsgálják meg a különféle ástopok jövőjét. Gulyás Gergely elmondta, hogy 8,9%-os infláció lehet 2022-ben, ezért mielőbb indokolt a nyugdíjak emelése, így 3,9%-os nyugdíjemelés lesz július elejétől. A miniszter kiemelte, hogy továbbra is a családok védelmét részesíti előnyben a kormány. Újságírói kérdésre elmondta, hogy megkívánják tartani a családi adókedvezményt is. Az uniós ügyekről azt mondta, hogy vannak olyan területek, ahol Magyarország nem tud engedni. Továbbra sem szállítunk fegyvereket, és nem lehet a háború árát megfizettetni az emberekkel, tette hozzá. Gulyás szólt arról is, hogy a gyermekvédelmi népszavazás ügyében sem lehet engedni. Kiemelte, hogy semmi akadálya sincs, hogy Magyarország megállapodjon az EU-val a helyreállítási alapról. A miniszter azt mondta, rendezni tudják többek között a radikális csökkentést az egyajánlatos közbeszerzések esetében.